Néhány héttel ezelőtt itt tartott tüntetést a mi hazánk mozgalom Szegeden a napfényfürdő Aquapolis épülete előtt, amiatt, hogy 1024 kal drágultak az éves felnőtt bérlet ára, illetve hát nem maga a bérlet drágult meg, hanem ennyivel többbe kerül azoknak, akik szeretnének az év valamennyi napján eljönni, sportolni, úszni, amit most különösképpen a koronavírus járvány közepette tartunk rendkívül fontosnak, hiszen az már kiderült, hogy a legbiztosabb módszer a koronavírus ellen azért mégiscsak az immunrendszer állapota. És hát az immunrendszert nem lehet úgy erősíteni, hogyha a szegediek vagy a szeged környékbeliek nem tudnak hova járni, úszni. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak azt, hogy ennek a fürdőnek az esetében, a napfényfürdő esetében hangsúlyozzuk azt, hogy a magyar állam, a magyar emberek pénzéből épült fürdő az, ami tulajdonképpen itt mögöttünk látható, hiszen ennek az eladásából, ennek az átalakításából jött létre az az Aquapolis, amely az elmúlt 11 esztendőben a magyar politika állatorvosi esete, állatorvosi lovának esete, hiszen Mind a baloldal, mind pedig a kormány abból a szempontból érintett ebben az ügyben, hogy először Leistinger Tamás, akit a Fidesz a baloldalhoz köt milliárdosként, most pedig Mészáros Lőrinc, akit a baloldal a Fideszhez köt milliárdosként a tulajdonosa annak a cégcsoportnak, amely tulajdonosa ennek a napfényfürdő Aquapolisnak is. Ezért tartottunk egy tüntetést néhány héttel ezelőtt itt, és akkor átadtunk egy petíciót, amelyet több százan írtak alá, több száz szegedi véleményét tükrözte. Azt kértük, hogy legalább a szegediek, illetve a Csongrád család megyeiek kaphassanak valamilyen kedvezményt, hiszen ahogy az előbb megfogalmaztam, a magyar állam, a magyar nép fürdője volt, az a ligetfürdő, amelyből aztán kialakították ezt az Aquapolis. -t. Én azt gondolom, hogy tartozik ennyivel, a magyar politika a szegedieknek, a csongrád család megyeieknek, hogy legalább valamilyen kedvezményt kapjanak és újra vissza tudjanak jönni, akár napi rendszerességgel sportolni, úszni ide ebbe a fürdőbe, amelyet ráadásul a szegedi gyógyvízre építettek, ezt is szeretném hangsúlyozni. Az elmúlt hetek során azonban semmilyen érdemi választ nem kaptunk, ezt a petíciót átvette a fürdő vezetése, de semmilyen érdemi intézkedés nem történt azóta, választ sem kaptunk. Éppen ezért a megyei közgyűléshez fordultam, hiszen a Csongrád csanád megyei közgyűlés képviselője, tagja és frakció vezetője vagyok, és örömmel számolhatok be arról a hírről, hogy a megyei közgyűlés elnöke Gémes László levéllel kereste fel a fürdő tulajdonosait, és kérte, de ugyanazt, amit én magam is kértem, tehát azt, hogy a Csongrád-Csanád megyeiek, illetve a szegediek kapjanak valamilyen speciális kedvezményt, amikor szeretnének jönni sportolni, vagy szeretnének belépni, szeretnék élvezni, a gyógyfürdő adta lehetőségeket, a gyógyvíz adta lehetőségeket is. Egyenlőre még válasz nem érkezett, ez a levél néhány nappal ezelőtt ment el, Gémes László a közgyűlés elnökének aláírásával, amennyiben ezután sem történik érdemi intézkedés, én nem adom fel, tehát tovább megyek egészen addig, ameddig eredményt fogunk a szegedieknek, illetve a Csongrád család megyeieknek elérni, addig nem fogom feladni, ameddig ez az intézkedés nem történik meg. A következő lépés, amennyiben a megyei közgyűlés elnökének a levére sem reagál a tulajdonos, az az lesz, hogy Csongrád csanád megye valamennyi országgyűlési képviselőjét fogom egyenként felkeresni, és mindenkit fel fogok arra kérni, hogy hasonló véleménnyel, hasonló levéllel, hasonló megkereséssel forduljanak a tulajdonosok felé, illetve ezzel párhuzamosan Szeged város önkormányzatát, illetve Botkrászló polgármestert is felkeresem és felszólítom arra, hogy intézkedjen, hiszen ők elsősorban, akik 2010 környékén ezt a folyamatot elindították.